Sziasztok! December 6-a van, Mikulás napja. Ez egy újabb vlogmas következik. Hát a mai napon igazából az volt, hogy először elmentünk a Bobikával a kutyaiskolába, már jó korán. Attól izgultunk, hogy az odafelé vezető út az nehogy csúszson, de szerencsére a hó az elég jól olvadozott, tehát nem volt ilyen probléma. Mindenféle ilyen engedelmességi feladatokat tanítottak nekünk, meg ilyen kapuszabályt, hogy hogyan lehet rábírni a kutyát, hogy ott maradjon a kapuban, és akkor is ott maradjon, hogyha kimegyek, mitől én beszélgetek a postással, akkor se jöjjön ki. Tehát ez volt a kutyaiskolába. Utána hazajöttem, és elmentünk vele sétálni egy jó nagyot, hogy elfáradjon. Mert ahogy hazajöttünk, akkor megettük a maradék húslevest a férjemmel, és utána pedig elmentem a Móriszkával az állatorvoshoz. Az állatorvosnál az történt, hogy ez a Doki bácsi, akinél voltunk, ő ugye a Móriznak az állandó állatorvosa, és ő azt mondta, hogy tulajdonképpen a fogai nincsenek annyira rossz állapotban, hanem inkább ugye a körülötte lévő szájpadlás részek, azok vannak begyulladva, és még tavasszal kaptunk olyan kezelést, hogy így két hetente vittük a macskát ilyen kezelésre, és akkor mondta, hogy majd most is az lesz, ez egy ilyen elnyújtott szteroid, meg fájdalomcsillapít, ez két hétig úgy viszonylag elég a macskának, és akkor majd két hét múlva visszaviszük, akkor megnézi, és akkor lehet, hogy elmúlik már a gyulladás, és akkor megint jól lesz. És akkor tök rendes volt, mert azt a rengeteg antibiotikumot, amit a másik dokinő fölírt, azt ő visszavette, úgyhogy így nem volt annyira borzalmas az összeg, amit fizettünk. Aztán ez a mai nap még azért is érdekes, mert itt van a Fifike, ő volt az első border collie kutyám, ő egy lánykutyus, és ő 2004. december 6-án született, hát ma lenne 17 éves szegényke, de ő 2020-ban sajnos meghalt, pont anyák napja környékén. Úgyhogy Fifike az is nagyon aranyos volt. Ő más típusú kutya volt, ő ugye állandóan labdázott, pörgette a labdát az orrán, és ő nem nagyon járt így kutyák között, mert akkor kicsik voltak még a fiaim, és szerintem jól elszórakoztatták, és valahogy nem is volt úgy igény erre. És hát Fifike is nagyon szeretett kirándulni az erdőbe, ugyanúgy, ahogy a Bobika is. Úgyhogy az idég itt a gyertya, ilyen kis megemlékezés fajta, de mondjuk nem a függöny mellett ég a gyertya, úgyhogy ne aggódjatok, meg itt van pár Mikulás, hogy jelezzem, hogy ma Mikulás napja van, meg még egy ilyet is fölvettem a jobbra. És van még egy ilyen piros szemüveg, azt majd megpróbálom majd a Bobinak ráhúzni a szemére, csak most éppen alszik, mert el van fáradva, na közben itt meg kialudt egy lámpa. Úgy érzem, hogy ennek itten annyi. Ja, ez kiégett. Na nem baj, szerintem így is elég jól lehet látni. És az állatorvos után hazajöttünk a Móriczkával, illetve nem, elmentünk még a Lidlbe, ott bevásároltam, és utána jöttünk haza, addig a Móricz ott aludta az autóba, ott teljesen jól el volt. És most pedig hazajöttem, és most szépen ki fogok pakolni. Vásároltam anyósomnak is kaját, azt majd ma vagy a holnapi nap folyamán fogja a férjem elvinni hozzá, meg magunknak is vettem egy-két dolgot. Igen. Közben kicseréltem a villanykörtét egy ilyen posanos 40 wattos LED égőre, ez ilyen sárga fény, olyat ad, hát itt van ebbe a lámpában, olyan picit, nem is lóg ki belőle.
Na, akkor mutatom, miket vettem anyósomnak. Vettem egy ilyen kéztörlőt, egy ilyen jó nagyot. Renova. Renova. Az a neve, hogy Renova. Ez egy ilyen XXL-es darab. Renova. Az a neve. Opa! Akkor mindig mi van még? Van itt omlós keksz, nézd el. Ilyen. Akkor van itt egy ilyen finom szaloncukor, kókuszos. Van kakaós krémmel töltött ostya. Szerintem ezt már megettem, mert akkor is vettem neki már ilyet. Van a blokk. Azt mondja, hogy vettem neki firslit, ilyen firsli, füst ízesítésű virsli csirkehúsból. Ilyet, ebből vettem neki, azt hiszem 4-et, de majd talán előkerül. Vettem egy ilyen bacon szalonnát, amiben 2 darab ilyen vékony csík van, de nagyon szép sovány egyébként ez a csirke. Akkor vettem egy ilyen piros szeletelt trappista sajtot. Egy májkrémet, egy ilyen Kaiser májkrémet. Aztán itt van még egy ilyen virsli, igen. Na, itt egy jó nagy ketchup is, bazsalikommal és oregánóval, mert szerintem ezt is már megette. Nem tudom, félem nem mondta. Akkor van itt egy szép tévépaprika, szép sárga. És paradicsom, ebbe 5 darab paradicsom van, ebbe az előre csomagolt csirka. Akkor vettem egy ilyen jumbo mogyorót, ilyen jó nagy zacskóval. Én beütöttem az alkalmazásba, és ez le volt értékelve, a kilós volt. Akkor vettem egy ilyen jó nagy fűt banán, most szép banán volt a üdvben. Akkor van itt egy ilyen finom kakaós keksz, ilyen szendvics keksz, vagy nem tudom, hogy mondják. Akkor van egy 20%-os tejfő, mert ő ezt teszi, a 20%-osat. Akkor van itt ilyen megyes ízű, ilyen kakaós tallér, ez is ilyen megyízű lekvárral töltött kakaós tallér. Akkor vettem neki egy ilyen szeletelt kenyeret, ezt le is tudja fogyasztani, hogyha nem akarja az egészet, hogy elő legyen. Akkor egy ilyen papír zsebkendő dobozkát, ezt csak úgy ki kell nyitni, és akkor vettem neki még egy vitamint, egy ilyen nagyon szép piros vitamint, ezt tulajdonképpen ezt mindenki szereti, és akkor van itt még egy túró desszert. Azért nem vettem ilyen húsokat, mert hozzá minden nap jön a kaja, tehát igazából nem nagyon szokott főzni, hanem azt teszi, amit hoznak neki. Ezek, hogy ugye nem kell ezekkel foglalkozni, csak ki kell nyitni, le kell vágni az acskót, meg kell lenni, azt ennyi. És ilyen piros gyümölcsjoghurtokat vettem, mindenféle ízbe, barackós, erdei gyümölcsös, ilyenek voltak. Aztán volt kimért szaloncukor. Ez ja igen, ez zselés, a piros az zselés szaloncukor volt, akkor volt kókuszos, és volt ilyen rumos diós, az meg ilyen lila, nagyon szép lila fehér, ilyen nagyon szép színe van. Tehát ezek voltak, meg még volt még egy ilyen kimért kókuszos, ja az már volt az elején, igen, a szaloncukor. Tehát ezeket vettem az anyósomnak, és mindjárt megmutatom, hogy magunknak mit vettem. Igazából eléggé kellett sietni, mert én akartam, hogy szegény Móricz olyan sokáig ott legyen egyedül az autóba, de jól el volt, tehát semmi gond nem volt hazafele, egy támogás se volt. Úgyhogy akkor most nézzük a
magamnak vettem. Vettem egy salátát, egy ilyen nyújtott salátát, ugyanis valamelyik nap csináltam szűcsítőt, és majd ahhoz fogjuk ezt elni. Aki akar, az ehhez hozzá majd tenyeret, de nem fontos, ugye? És ezt így most erre fogom pakolni, hogy nehogy összekeveredjenek a dolgok. Akkor van itt hát gyümölcsjoghurt, ez a ilyen barackos. Aztán van leves, bögrésleves, csirkés. Akartam volna ilyen gulyás ízűt is venni, de az nem volt. Akkor vettem egy ilyen kekszet, ilyen krémmel töltött kekszet. Meg van itt pár sportszelet, vettem három sportszeletet, mindenkinek jut egy sportszelet. Jaj, de szemem egy rossz helyen van itt. Na, akkor vettem egy szalzi kis salátát, ezt majd a salátához lehet eszegetni. És van itt ilyen lájtos trappista sav. Ennek nincs túl jó íze, de most igazából azért meg lehet enni. Akkor vettem egy ilyen nagy kávét, mert épp a múltkor ugye átraktam egy új üvegbe a kávét, és most vettem az utánpótlást, hogy legyen. Egyébként itt van az a kávé, amit vettem a múltkor, ezt a Pepco-ba vettem ezt az üveget, és beleöntöttem a kávét, ami a nyitott zacsiba volt, úgyhogy ennek annyira jó illata van, hogy ebből öntöttünk. Hú, ez nagyon kellemes. Úgyhogy majd, ha ennek vége lesz, ennek a haulozásnak, akkor fogok inni egy igazi kávét, mert igencsak álmos vagyok, és ez jól fog esni, pedig én nem szoktam ugye, ilyen igazi kávét inni, a koffeinnek esetben úgy érzem, hogy szükség lesz rá. Vettem egy ilyen nagyon szép szőlőt. Ha megkóstoltam, és finom is. Vettem maszkot, mert az is már alig van itthon, sajnos, hogy ezt használni kell mostanában. Akkor van itt egy ilyen kis kakaós minicsiga. Ilyet vettem még. És volt ez a leggings, ez fekete. Vettem egy ilyet, mert a múltkor is vettem egy ugyanilyet, és ez annyira jó volt, hogy imádkoztam, hogy legyen még, mert nagyon jó a hossza is, és nem is szorít sehol, se nagyon kellemes, és ugye azért muszáj, mert olyan hideg szokott lenni, hogy egy sima farmerba ilyen hidegben lenni nem túl előnyös. Vettem észre, de itt vannak ilyen mindenféle téksütemények, ez a belga csokis ilyen vára, a fominak vettem, mákos rétest azt a férjemnek, amit ide rakom rá, és van még itt ez, ja igen, ez túlós hátka, nagyon szép, hogy még meleg volt, amikor beleraktam, tehát ilyen nagyon kis gufta, ez volt, ami nagyon friss, annyira jó illata volt. Ja, és akkor megint van kuponom, illetve már három már megvan, már csak kettő kell. És ha mondjuk még lesz kettő, akkor megint kapok egy szakácskönyvet, akkor azt valószínűleg odaadom majd az anyósomnak, mert ő is nagyon szereti az ilyen dolgokat. És akkor vettem még négy ezt a teljes kiadésű kiftit. Nagyon sok frissen sütött féksütemény volt, és nagyon illatos volt. Vettem egy ilyen garbós pólót, csíkosat, meg ilyen ekkis színűt, ilyen világos. Majd ki fogom mosni, mielőtt fölveszem. Vettem magunknak is banánt, mert ugye az is elfogyott teljesen. És mi van itt még? Ja. Vettem egy pár ilyen húst, amit tulajdonképpen ilyen pirosítónak is tudok használni. Elég szép színe van mindegyiknek. Úgyhogy ezt vettem még. És akkor, ja igen, van itt még kettőleges gyönyör, mert már régen volt itt, úgyhogy azt is vettem.
és akkor még a Móriczkának vettem még három konzervet, és az a kuszukás cica snack, amit a Móricz nagyon szeretett, az sajnos már nincs, úgyhogy ez van helyette, de ezt is szereti, úgyhogy nem probléma. Úgyhogy ezeket vettem, most pedig az lesz, hogy csinálok egy kávét, utána el fogok pakolni, aztán elmegyünk megint a kutyával sétálni, de valószínűleg akkor jön már a férjem is, és akkor tulajdonképpen ez a Mikulás napi vlogmas is meg lesz. Csak még, ugye még a tegnapi, az már föl van véve, ugye, de még nincsen összeszerkesztve. Ja, és akkor vettem még magamnak egy ilyen fagyit, amit már beleraktam egy bővébe, mert úgy érzem, hogy kezd felolvadni. Úgyhogy ezt majd ugye meg fogom enni, miután elpakoltam, ez lesz az én jutti falatom. És aztán majd várjuk a következő napot, és akkor egyre közel kerülünk a karácsonyhoz. Remélem tetszett a videó, ha igen, akkor lájkoljátok, iratkozzatok föl, vigyázzatok magatokra, nehogy elkapjátok a kódot. További szép napot, sziasztok! Járom oda, szóval, hogy ez szép.